A Siófok kezdő csapatában egyetlen változás a múlt hetihez képest. Szluka sarkára kapott egy rúgás, sérült, tehát nem vállalhatta a játékot. Milan Csokics került be a helyére, akinek mindössze a második mérkőzése ez. Négyszer ült a padon, az élvonalban a 21-esztendős játékos, és az Eto ellen játszott. Már a Honvédnál pedig ugyanaz a kezdő 11, amelyel legutóbb a haladás ellen is felvette a harcot Marco Rossi együttese. Tehát egyetlen változás sincs, vannak azonban sérültek szép számmal. Vécsei adta el a labdát, adta vissza a Siófoknak. Meltzer megkínálja Kemenest, de komoly próbatétel elé nem állítja ezzel. Meltzer szabadrúgása. Kemenes marad a vonalon. Nem oldották meg helyette a mezőnyjátékosok. Dajic feje sem ment mellé. Van oka az elégedetlenkedésre Rossinak. Barát számolta el magát kissé. Délceg ügyesen. Vécsei és tisztán érkezik Lovrics a jobb oldalon. Vécsei középen egyelőre, így is jó. Óriási gól herzett Délceg fölé. Még azt mondanám, ügyes volt a csel, amit meghúzott visszavéve a jobb lábára a labdát. A befejezés azonban nem stimmelt. Lesről nem lehetett szó. Kellett is ez a csel, de addigra már jött egy becsúszó Siófoki, lehet, hogy ez zavarta meg Délceget. Fehér csúszott elé. Az első félidő így véget ért. 0-0-val méghozzá Ignatovic. Jó 40-ről próbálta meg. Barát, nem volt rossz beadás. Kuruc. Vagy talán inkább a kapufa. A második félidőben első szögletét végezheti el a házigazda rövidesen. Deák fejéről pattant föl a labda és hullott kellemetlenül Kuruc kapujának irányába. A második félidő felénél járunk. Óriási mozgolódás középen, Ivancsics szabadrúgása jön. Tandia és vezet a Honvéd! Érezhető volt a feszültség a szabadrúgás elvégzése előtt. Hatalmas volt a mozgolódás bent. És végül megtalálta Ivancsics Tandiát. Ez már az ötödik gólpassza Ivancsicsnak a szezonban. Tandiának pedig az első gólja. Vezet tehát a Budapest Honvéd. Itt lép el Gál mellől, és remek a csúsztatás. Nem érhet ki kapus, viszont a védőknek sokkal-sokkal jobban kellett volna figyelniük. 73. perc, Vernes szöglete. Megint a rövidnél próbálják megcsúsztatni Délceg révén ezúttal. Fehér, be középre, nem valami jó helyre, Tandia fejeli tovább. Óriási lehetőség, Kuruc! Nem ment túl jó helyre a labda, ez a kép azért árulkodott. Az ellentámadásból Vernes megindul, és ketten jönnek, robognak. Vernes. Diarránál köt ki a labda, vissza Vernesnek, akit föllöknek 11-es. Fehér kap egy sárga lapot. Bizonyos tekintetben mégiscsak volt tehát jelentősége a túloldali szabadrúgásnak, abból kontrázott a Honvéd. Ez a vége. A les határon kapja Vernes a labdát, és a visszafutó Fehér ellöki. A 92. percben járunk már, és Délceg biztosan lövi a büntetőt. 2-0-ra vezet a Budapest Honvéd, és legyőzi a Siófokot. Ez már egészen biztos. És itt a vége. Tandia fejesével és Délceg büntetőjével alakult ki a 2-0-ás végeredmény.
A Honvédnak tehát három nyeretlen hazai mérkőzés után sikerül begyűjteni a három pontot házigazdaként.